Vannak, akik már el sem tudják képzelni az életüket szemüveg nélkül. Olyannyira része a mindennapoknak, mint egy szeretett ruhadarab. A talán riasztó felismerés az, hogy egyre több gyermeknek egyre gyorsabban és nagyobb mértékben romlik a látása. Alapvetően a mai civilizált világunkban egy újfajta problémával szembesülünk, az pedig az, hogy még 2020-ban, vagy 2000-es évek legelején elnézést, még a miópiás gyerekeknek az aránya ilyen 20% környékén volt, tehát minden ötödik gyerek volt rövidlátó. Úgy 2024-re ez az arány már 34%-ra ugrott fel, tehát most már minden harmadik gyerek lett rövidlátó, és ez a tendencia folytatódni fog, már pedig úgy néz ki, hogy folytatódni fog, akkor 2050-re 52%-os lesz a rövidlátó gyerekek aránya itt a mi térségünkben, tehát Közép-Európában, ami azt jelenti, hogy minden második gyerek rövidlátó lesz. Ennek többféle oka van. Alapvetően vannak genetikai okai is, az, hogy valakiből rövidlátó lesz, viszont nagyon sokban most már a környezeti problémákat soroljuk ide. Ilyen környezeti probléma az, hogy a gyermekek kevés időt töltenek a szabadban. A kutatások kimutatták, hogy az okos eszközök használata az arra hajlamosaknál miópiát, rövidlátást eredményez. Általában akkor derül ki a legtöbb gyereknél, kisiskoláskorban kezdődik ez a probléma, ilyen 7-8 éves korban szokott elindulni ez a miópiás vagy rövidlátás probléma, és onnan derül ki, hogy az iskolában a gyerek a hátsó padban ülve nem látja, hogy mi van a táblán. És akkor szólna, vagy hibásan írja le a tanulnivalót, vagy lerömlik a tanulmányi eredménye azért, mert nem lát megfelelően távolra élesen, és akkor ilyenkor szoktak első körben a szülők felkeresni a szemészeket, vagy az optikákat, hogy nézzük meg, hogy mi ennek a háttérében, hogy nem lát megfelelően a gyermek. Az esetek többségében ez amúgy a rövidlátás problémája miatt van. És innentől indul, és innentől kezdve folyamatosan kontrollálni kell, mert ez az általában az élete végéig elkíséri az illetőt. A Látás Hónapja kampány igyekszik népszerűsíteni a prevenciót, hiszen a megelőzés a legjobb gyógymód. Bakó Mária szemészfőorvos elmondta, hogy a társadalom sajnos még mindig nem elég tudatos ebben. Amikor már hozzánk kerülnek a rendelőből a betegek, ott már nagyon sokszor előre haladott állapotban tapasztaljuk a betegséget, sokkal jobb lenne ugye a prevenció. Ez szerintem nem kap elég hangsúlyt, pedig gyakorlatilag újszülött kortól idősödőkorig kellene a megelőzéssel foglalkozni. Már gyerekkorban meg kellene jelennie azoknak a gyerekeknek a szemészeten, akiknek a családjukban kifejezetten magas fénytörési hibával rendelkező szülő, vagy esetleg nagyszülő fordul elő. Tehát ezeket a gyerekeket már idejében meg kellene vizsgálni, és szükség esetén ugye korrigálni a fénytörési hibájukat. A szakember elmondta azt is, hogy nagyon sok olyan más betegség is van, amely veszélyeztetheti a látásunkat, például a szív-érrendszeri betegségek vagy a cukorbetegség. Olyan egyéb kórképek is előfordulhatnak, amelyek szemtüneteket okoznak. Vannak ilyen betegségek, amelyek szemtünettel kezdődnek. Nagyon sokszor egy gyulladásos, egy szempirosodás mögött is, nem csak egy ártalmatlan szempirosodás, egy száraz szeműség húzódik meg, hanem esetleg egy szivárványhártya gyulladás, amely azért másodlagos betegség, és keresnünk kell az okát, az alapbetegséget. Emögött hát elég gyakran húzódhat meg komoly belgyógyászati vagy neurológiai megbetegedés, vagy akár pulmonológiai megbetegedés. Szemünk egészségéért sokat tehetünk a mindennapokban is. Ez esetben is fontos az egészséges táplálkozás és a munkahelyi ártalmak, például a monitoros munkavégzés miatti szemfáradtság elkerülése.